A Pócspetriben működő faipari vállalkozás a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően Európa egyik legnagyobb akácfeldolgozó üzemévé vált. A Kft. Jelenleg 52 munkavállalót foglalkoztat, az elmúlt két évben pedig három pályázaton összesen csaknem 307 millió forint visszanemtérítendő uniós és állami támogatásban részesült a vállalat. Ma már alapanyagot se tudnánk venni, ha nem mi lennénk a jobbak, ha nem mi lennénk a jobban fizetők, és ehhez kell az, hogy magas színvonalon dolgozzunk, hatékonyan dolgozzunk, a termékeinket a pontos munka eredménye, a pontos szállítás eredménye képpen jó áron tudjuk értékesíteni. A gazdaságszabályozásért felelős államtitkár azt mondta, az előzetes információk szerint már több mint 10 milliárd forint értékű pályázati igény érkezett be a szabadvállalkozási zónákban megvalósítható beruházások pályázati kiírására. Gladfelder Béla hangsúlyozta, a keretösszeget a nagy igények miatt további 20 milliárd forinttal megemelik. Ennek a pályázatnak az egyik sajátossága, hogy kiemelt támogatást nyújt és előnyben részesíti azokat, akik úgynevezett szabad vállalkozási zónákban hajtanak végre beruházást, vagyis olyan településeken, ahol amelyek különböző szempontból, társadalmi-gazdasági szempontból elmaradottnak minősíthetők. A feldolgozó üzem, amely Európa számos országába szállítja termékeit, elsősorban helyi munkaerőt foglalkoztat. A számadatokat nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy 11 és 14 között gyakorlatilag közel 40 milliárd forintot sikerült lepályázni, és ebből több mint 24 ezer új munkahely valósult meg. A fafeldolgozó üzem fejlesztése létszámbővítéssel is járt. A pályázati támogatás révén 19-ről 49-re nőtt a foglalkoztatottak száma.